Jó napot kívánunk, 128 településen 54 ezer háztartást kérdeztek meg a kérdező biztosok. Ezeket a képeket stábunk akkor készítette, amikor javában tartott a mezőgazdasági összeírás. Az idei adatgyűjtést megkönnyítette, hogy a kérdező biztosok elektronikus úton azonnal küldhették az adatokat a központ felé. A webes kitöltést is több gazdálkodó választotta, hiszen kényelmesebb megoldás jelentett otthonról nyilatkozni. A mezőgazdasági összeírás az őstermelőket, egyéni gazdálkodókat, állattartó. Is érintette. Hamarosan megkezdődik a felvétel eredményeinek a közététele. A jövő héten már várható az állatállományadat. Ez megyénként a fontosabb haszonállatfajok szerint közli a megyei állatállományadatokat. Ezt követően jelennek meg a földterületi adatok. A klasszikus, a gazdaság szerkezeti összeíráshoz kapcsolódó információk közététele az novembertől indul. A 2016-os agrárkérdőíveket már online is kitölthették a gazdák. A kiemelt gazdasági tevékenységet végzőknek kötelező volt a webes felületet használni. Az adatok nyilvánosak lesznek a KSH honlapján hamarosan. Első sorban a társadalmi gazdasági döntéshozók tudják ezeket nagyon jól használni, de mindenki, aki az agrárium iránt érdeklődik, vagy döntési helyzetben van, azok számára nagyon hasznosak ezek az információk. Szabolcs megye összgazdasági teljesítményének 10%-át a mezőgazdaság adja, 33 ezer család él növénytermesztésből, állattartásból, több mint 7000 főt foglalkoztat ez az ágazat.